A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján ünnepeljük. Ebből az alkalommal országszerte szerveznek irodalmi előadó esteket, könyvbemutatókat, iskolai szavalóversenyeket, vagy éppen verses délutánokat. Városunkban a könyvtárban, amit szívedbe rejtesz címmel szerveztek színvonalas rendezvényt a Költészet napjához kapcsolódva. Ez egy költészetnapi verses délután, amelyet évek óta hagyományosan a szépkorúaknak szervez a könyvtár, illetve a Dériné. Arra gondoltunk még a kezdetek kezdetén, hogy a gyerekeknek az iskolába, ugye a magyar órákon és egyéb alkalmakkor van lehetőségük szép verseket hallgatni és mondani. A felnőtteknek ez viszont nagyon kevés alkalom van arra, hogy megmutathassák, hogyha tudnak és szeretnek szavalni. Több olyan is van a városban, aki maga is ír verseket, ennek a bemutatójára is itt van lehetőség. Szabó Péterné hozzátette, hogy nagyon örülnek annak, hogy évről évre népszerűbb a rendezvény. Sokan gondolták idén is úgy, hogy egy-egy verset előadnak a költészet napján. A rendezvényen elsőként Szabó Péterné köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőben Kosztolányi Dezső Kiolvashatatlan vers című esszéjéből idézek. Némely könyv kiolvashatatlan. Különösen az igaz versek azok. Ezekbe jobban beleolvassuk magunkat. Mennél inkább ismerkedünk velük, annál titokzatosabbak. Már tudjuk őket fejből is, de minden alkalommal, hogy elénk kerülnek, új fényben ragyognak föl. Mi lehet ennek az oka? Nyilván az, hogy nem a szövegükben van a tartalom, hanem mögötte. Azért nem fogynak el sohasem. A költészetben mindig a háttér számít. Egy érzés és gondolatvilág rejtetten ható delejessége, az a láthatatlan, dúsan felszerelt és kimeríthetetlen mögöttes országrész, amelynek a betű csak aféle előadott katonája. A köszöntő gondolatok után következhettek a versek. A szépkorúak nagyon sokat készültek a rendezvényre, és ez meg is látszott az előadásuk során. Gyiga Jenő, édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed jó anyám. Rettentő semmi szélén álltam, közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett, add ide, csak egy pillanatra hacsókolom meg kezedet. Ez a kéz áldja szenteli meg a napnak étkét italát, ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát, ez tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket. Add ide, csak egy pillanatra hacsókolom meg kezedet. Holland van a házon, csillag van az égen, az élelemben van kedves feleségem. Úgy tartják szelinden ringató karjaim, mint a harmatot a rezgő falombjai. Ha már megöleltem, miért meg ne csókolnám? Csókokban nem szegény, nem is fösfény a szám. Beszélgetünk is, de az csak félig beszéd, a másik fele már csókokba olvad szét. Nagy a mi örömünk, nagy a mulatságunk, gyöngynek is beillik fényes boldogságunk. A rendezvény azonban nem csak a szépkorúak készültek versekkel. A fiatalabb korosztály is képviseltette magát az eseményen. Arany János, a vigasztaló. Mi a tűzhely ridegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmat szomjú gyepre, mi a balzsam égő sebre, mi a lámpa sötét ében, mi az árnyék forró délben. Arany János, Juliska elbújdosása, részlet. Egyszer egy kislány mit tett fel magába? Azt, hogy ő visz elmegy szélesebb világba?
elbújdosik, messze a határon végig, a mezőpárkányán, leboruló égig, túl a három nyárfán, a tanyákon is túl. Felesen bolondság, mert már éppen indul. Látszik, hogy korán sem tréfa volt a terve. A verses délután zárásaként a most 80 éve elhunyt Radnóti Miklós költeményeihez kapcsolódóan egy játékos tutóra is sor került.